Ah, oké, okay, szuper. Hát akkor várom, kell egy kicsit, még ide ér mindenki, de nem probléma. Az lesz, hogy addig hagyd menjen ez.

Thank <laughs> you. Llevaron familias que viven en el pericón Rodolfo de y ahí Calle Campillo, cuando antes de que amaneciera, fueron despertados ante el estruendo ocasionado por el deslave de varias jornadas de tierra y el destruyente de grandes piedras del cerro, donde están ubicadas sus vidas. Üdvözlet mindenkinek! 2019. március 15-én ez lesz az élő adás az Infobubble csatornán. És e, valami rejtés oknál fogva képtelen vagyok élő adást indítani a másik csatornán. Nem vettem észre, vagyis hát nem, azt írják, hogy megvan tiltva, nem tudok élőt csinálni ott, annak ellenére, hogy nem kaptam semmiféle e-mailt ezzel kapcsolatban, úgyhogy majd írnom kell a Youtube-nak, hogy mégis mi a probléma de <laughs> oké okay. szóval az van, hogy ne, nem tudok élőt csinálni a másikon kezdeményezni szóval ezért átköltöztünk ide majd kérek már meg mindenkit, hogy ezt a linket ossza meg ahol tudja, hogy az emberekhez eljusson a hír aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz egyelőre egyelőre az van, hogy annyit tudok, hogy írnom kell nekik, és aztán aztán majd látjuk, hogy mi a, mi a folyamány az egésznek. De a lényeg az, hogy így van, lesznek kérdések, természetesen, mint ahogy, mint ahogy az a címben szerepel. El egyelőre, most ez egy kicsit megzavart, őszinte leszek, mint próbáltam nézgetni, hogy mégis mi lehet a probléma, de nem nagyon jutottam semmire. Amit viszont gyorsan el szeretnék mondani, az az, hogy mindenképpen lesz kedden élő, ha más sem itt megpróbálom majd természetesen időben mindenkivel tudatni, hogy mire jutottam a Youtube-ba, és hogy, hogy lehetséges-e ez. A téma az változatlan, és, és 20 30 tól kedden azután pedig ez megy tovább péntekenként ugyanúgy ha nem az InfoBubble csatorna akkor ezen de a lényeg az hogy, hogy attól függetlenül még az élő az menni fog és ez az egyik a másik az hogy készítettem egy és felvettünk egy beszélgetést gyert megmutatom a, a drótos YouTube csatorna vezetőjével különböző kérdésekről, úgy, mint hogy az új világrend, vagy a szimbólumok a, a hétköznapokban, és azt terveztük, hogy, hogy ezt folytatni fogjuk különböző témakörökben ami érinti az új világrendet, illetve azokat a változásokat, amik előttünk állnak. Egy pillanatot hagyj és megmutatom a csatornát. Én ezt a beszélgetést meg fogom osztani, jaj, én ezt a beszélgetést meg fogom osztani itt a az Infobubble csatornán. Én két részt már elkészítettem, összevágtam, és azt hiszem csütörtökönként legalábbis ez a terv, majd megosztogatom de ugyanúgy elérhetők leszek az ő csatornán, ez az, amit itt láthattok, és ő szintén foglalkozik a, az új világrendel, illetve mindazok a dolgok, amik ezt érintik, úgyhogy nézzük és meg a videókat, lehet, hogy azok a videók, amelyeket ott találtok, fogyaszthatóbbak azoknak, akik még esetleg nincsenek annyira benne ebbe az egész témába, mint amennyire mi. Úgyhogy ez a szituáció, és ez a csatorna neve. Csütörtökönként 20 órától meg fogom osztani ezeket a, a beszélgetéseket. Hétről hétre egyelőre van kettő. Az jövő héten csütörtökön nekem, és ez az én tervem. Akkor kezdjük. Attól függ, hogy ő hogy készül el. Hogy nagyjából egyszerre osszuk meg. Oké, okay. térjünk rá lassan-lassan a kérdésekre. Meg is mutatom. Mm, ezt mindenképpen meg akartam mutatni. Csak azért, hogy milyen szinten van a társadalom. Van egy csoport a... Mi ez, Facebookon. Laposföld, hívők, Magyarország. Valószínűleg mindenki találkozott már ezekkel. Én nem javaslom senkinek, hogy kövesse, vagy lépjen be, vagy bármi. De mindenképpen érdemes megnézni, és valamennyi időt szánni arra, hogy, hogy legalább tudakozodni. Ez szerintem egy nagyszerű példája annak, hogy mennyire primitív és ostoba szinten van a társadalom, és mennyire mérehat a program, illetve az agymosás, amit az emberek kapnak az évek, évtizedek során az oktatási rendszerben. Ez a csoport, ez egy ékes bizonyítéka ennek. Ezek az emberek, legalábbis a nagy része, gyakorlatilag megtestesíti azt, amit, hogyha ismeri valaki a Walking Dead című filmet, ahol világvége után a földet zombik járják és kóborolnak, azok a lassú fajta zombik teljesen ö, értelem és, és, elmen nélkül, gondolkodás nélkül, és minden, minden vágyuk csak az, hogy a, a megegyék a többi embert, meg elpusztítsák, meg olyan tegyék, mint ők ez nagyjából reflektálja, ez a csoport ezt a fajta magatartást, ha lehet ezt egyáltalán annak nevezni. És azért is akartam megosztani, mert ez egy, egy tökéletes ez egy tökéletes minta példája ennek a, a, viselkedésnek, és annak, hogy mennyire ostoba szinten van a társadalom, ahol, ahol gyakorlatilag felnőtt emberek a nap 24 órájában azon versenyeznek, hogy ki tud viccesebb vagy gúnyosabb dolgot elmondani laposodra úgy, hogy közben észesen veszik, hogy se nem vicces, se nem humoros ez az egész, hanem, hanem borzasztóan szomorú. Úgyhogy csak ezt akartam megosztani ezzel kapcsolatban, mert láttam, a lényeg az egyébként, hogy láttam, hogy, hogy többen, akik követik ezt a csatornát, vagy az infobabot a Facebookon, benne vannak ebbe a csoportba. Én mindenkit arra arra figyelmeztetnék, hogy ez nagyon-nagyon káros az ember elméjére ilyen, ilyen dolgokkal foglalkozni. A, a, az értelem az olyan, mint a, a víz, hogy, hogy ha két különböző hőmérsékletű vizet összeöntünk, akkor az egy közös nevezőre fog beállni, egy közös hőmérsékletre. Úgyhogy ha az ember sokáig van benne ebbe a csoportba, akkor primitívebb lesz. Szóval minél több időt tölt el valaki például ebben a csoportban, vagy az ehhez hasonlókban, a végére egyre hülyébb lesz gyakorlatilag. Szóval egyenes arányban az az idővel, amíg olvassa azokat, amiket ide fölérnek ezek az emberek, én szerintem mérhetően csökken az ember intelligencia szintje. Szóval a lényeg az, hogy én figyelmeztetni szeretnék mindenkit, hogy ne bonyolódjon bele ezekkel az emberekkel a vitába, mert úgy jár, mint a, a Walking Dead-ben, mikor belebonyolódnak az emberek a harcba, a zombikkal, úgy tűnik persze, hogy primitívek, és le tudjuk győzni őket, de aztán ér, így, így valamilyen formában, de, de egy idő után túl sokan lesznek, és és bekebelezik az embert, és ugyanolyannál válik az ember, mint ők, és ez nem jó. De, de ez, ez érvényes egyébként az egész világra mindenféleképpen, viszont erre a csoportban különösen, szóval odafigyeljen mindenki, ezt akartam elmondani ezzel a csoporttal a kapcsolatban. Ezek, ezek rém primitív emberek. Szóval, ja, így a walking dead zombik. És óvatosan, mert elég, ha valakit megharapnak, aztán utána annyi. Szóval, vigyázzon mindenki. Most látom, hogy van itt egy kérdés, hogy miért ilyenek ezek az emberek. Valószínűleg az iskola rendszer az, ami ilyenné teszi őket és de lehet, hogy így születtek, vagy csak egyszerűen a világ az, ami ami ezt ö, eléri így az emberekben, hogy hogy így formálódnak arra a képre, amit a világ akar, hogy egy ember legyen, úgyhogy ezért, de nekünk semmi keresni ott. oké, ezeket az embereket nem kell meggyőzni, vagy megmenteni, vagy vit vitatkozni, semmi kép, oké, utána azt a szellemiséget az ember tovább viszi magával, az életébe azt a vitát, azt az ostoba primitív hozzáállást, és így terjeszti a világban. Ők is így lettek ilyenek. Ez egy spirit, egy szellemiség, egy spirituális lény, és ez, vagy lények, és ezt így magába szívja az, aki részt vesz ezekben a vitákban a Facebookon. Úgyhogy én óva intenék mindenkit attól, hogy, hogy vitába bonyolódjon. Segíteni lehet embereknek, de, 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 a legtöbb embernek nem lehet segíteni. Úgy értem, hogy meg lehet próbálni, de a legtöbb embernek nem lehet segíteni. Oké, okay, akár akármennyire is szeretnénk. Ez a csoport egy ilyen. Ez egy, a kórházban ez ilyen elfekvő lenne. Megvan ennek a neve, csak sajnos most így elkerüli a, az emlékezetemet, de ez az, amikor arra mondják a kórházban, hogy elfekvő, ahol azok vannak, akiknek már annyi sajnos akik túl messzire mentek a, a, így a, a, abban az, azon az úton, nem már nincsen vissza. Szóval ezeket csak úgy el kell kerülni, mert aztán a, viszont az a veszély fennáll, hogy minket is megfertőznek ezzel, a, ezzel az ostoba primitív viselkedés formával. Én ezt javaslom, hogy ha, ha valakit érdekel a ö, véleményem, ők, 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 rajta raradtak azon a gömbön. A gravitáció túl erős, ahol ők élnek, és, és, és ők lucy származnak a beszélő majomtól. Szóval ők nem fogják ezt megérteni. Na mindegy, érthető szerintem mindenki számára, hogy mi az, amit akartam. A, talán legfontosabb az, hogy, hogy csütörtökönként akkor ezt a beszélgetésnek a részleteit meg fogjuk osztani, aztán meglátjuk, hogy ki tudunk-e hozni belőle többet, mert én szeretném, ha ki tudnánk mert úgy gondolom, hogy, hogy nagyon is hasonlóan gondolkozunk, még akkor is, hogyha esetleg eltérő bizonyos dolgokban a véleményünk a, a drótos YouTube csatornával, de, de én szerintem hasznos lehet. És akkor most látom azt a kérdés, hogy és komoly rakétázás volt, kíváncsi lennék a véleményre. Akkor csak annyi segíts már, ez az a rakétázás, amikor az az Iron Dome válaszol. Kilőnek egy rakétát, és akkor az Iron Dome lelövi azt a rakétát. Jól gondolom? Ez az, amiről beszélsz. Ez az a rakétarendszer, amire gondolsz. Mindjárt keresek néhány képet, csak meg akarom tudni, hogy egyről beszélünk-e. Mert ha igen, az Iron Dome az egy hoax, oké? Okay? Minden egy hoax. Ez, az Iron Dome ez egy primitív dolog végül is, de ha itt van István, akkor annyit segíthetné, hogy arról beszélsz. -e. Szóval Izrael azt állítja, hogy van egy rakéta elfogó rendszere, aminek a neve Iron Dome vagy Vas Ég, és, bocsánat, Vas Kupola. Milyen véletlen, hogy, hogy pont ez a neve, vagy Iron Dome, úgy mint hogy Kupola, annak ellenére, hogy az emberiség azt gondolja, hogy nem létezik a maga kupola, de elmondják, mert tudják, hogy már mindegy, az emberiség túl messze merészkedett ebben az ostobaságban, már nincsen a legtöbb ember számára visszaút. De megmutatom, villám gyorsan. Aha. Ez az Iron Dome. Csak le maradva kép. Oké. Ez itt az Iron Dome. Ez az izraeli rakéta elhárító rendszer, ami állítólag elkapja, elhárítja a berepülő rakétákat, és ö, ugye azt írják, hogy az Dome maga az minden időjárásban használható ö, légvédelmi rendszer. Tulajdonképpen egy, ö, egy fejlett védelmi mechanizmus, egy izraeli fejlesztésű, ami. 4 és 70 km közötti távolságból kilőtt rakétákat képes elhárítani, azokat, amelynek a becsapódása az izraeli népes területeken vagy azok környékén lenne. Így van, a, ezt szeretnék ők, ők ki, ki kibővíteni úgy, hogy 250 kilométerről érkező rakétákat is el tudjanak ugye hárítani. Lényeg az, hogy az egész világ tulajdonképpen egy, egy színház. Ezeknek a hazugságoknak, ha valaki az értelmét akarja megtalálni, akkor az az, hogy félelemben tartsák a világot. Ezért van ez a háború, meg támadás a betegségek, a meteor, a... mi ez a globális felmelegedés, a klímaváltozás, az élelmiszerhiány a vízhiány hiány, az üzemanyag hiány, a munkahely hiány, a, a TB, az árak emelkedése, az infláció, mind, mind ezt a célt szolgálja. Ez egy rejtély, hogy az emberek ez hogy nem veszik észre, de... de... de a helyzet ez és szerintem azért nem veszik észre, mert nem akarják észrevenni, hogy, hogy ez egy hazugság. Túlságosan el van foglalva a foglalva az élettel, úgy, mint ahogy az a csoport, amiről az előbb beszéltem. Túl, túl messze merészkedtek a, ebben a tudatlan, ostoba viselkedésben, és ennek ez lett a, a vége. Ez, ez jellemző szerintem a legtöbb emberre ezért nem ezért nem, értik azt, hogy hogyan működik a világ. És hogy ez egy hazugság. Sőt, szerintem lehet, hogy az a félelem, amit generálnak ezek a különböző rendszerek, az nagyban hozzájárul ehhez. Mert amikor az ember félelemben él, akkor nem képes gondolkodni tisztán, és szerintem ez jellemző a világ túlnyomó többségére, hogy nem képes tisztán gondolkodni, azért, mert állandó rettegésben meg félelemben él hozzájárul ehhez, hogy folyamatosan tévét néznek az emberek, de számos, számos oka van ezen kívül. Az érdektelenség a másik. Úgyhogy a helyzet az, hogy én láttam videókat erről az Iron Dome-ról, illetve erről az egész rendszerről, hogy hogy működik. Ez, ez egy egyértelmű hoax. Sőt, az emberek nagy része az óvó helyen van már, addigra igazából nincs is róla rendes videó felvétel, szóval bizonyíték sincs. De még ha nem is, teljesen mindegy. Úgy értem, hogy annyira nincs jelentősége, hogy el mondani. De az biztos, hogy minden, amit, amit nekünk mondanak, az egy hazugság, ilyen vagy olyan formában. A venezuelai dolog, az pedig az egy kísérlet. Az gyakorlatilag egy Kísérlet. Csak keresek most néhány képet. Ezzel kapcsolatban csak meg akarom mutatni, hogy mi az, ami történik Venezuelában, illetve. Illetve hogy pillanat. Mire számíthatunk majd ezek alapján itt is illetve bárhol a világon ez a jelenleg az elmúlt egy hétből, ugye áramszünet, amiről beszélnek, nincsen így ivóvíz, nincs is, semmi, lehet az egész élet. Ez az, ami, ami vár mindenkire itt is, majd a jövőben. Ezek mind az elmúlt hétből képek, rá van írva képek, hogy mikori három nap, de úgy állítottam be, hogy az elmúlt hétből legyen. Szóval ez az, ami most történik ott. Én azt gondolom, hogy ha valaki készülni akar erre az egészre, az én véleményem az most így, azt látom, hogy mindenképpen szépen lassan el kell kezdeni kifel vonulni a, azokról a területekről, ahol a népesség nagy része él. Maga az 5G rendszer, amiről szó volt, erről beszéltünk ö, tegnap este, amikor ezt a beszélgetést felvettük Drótusra, beszéltünk a az 5G rendszerről, ezt több, nem fogják tudni kiépíteni az egész világon mindenhol, hiszen rendkívül anyagigényes, sokkal sűrűbben kell, hogy legyenek az adóvevő tornyok ahhoz, a, sűrűbben, mint a, mint a 4G, amit most használunk, a negyedik generációs rendszer, itt elég egy torony, itt egy torony, amott, meg néhány ballon, vagy mit tudom én, mi az, amiről a levegőben adják, veszik a jeleket. Azonban az 5G sokkal nagyobb frekvencián dolgozik, természetesen sokkal gyorsabb és sokkal hatékonyabb, hogyha valakit érdekel, akkor csak annyira, hogy, hogy mondjuk egy film letöltése, ami most x perc, az egy másodperc, vagy kettő az ötödik generációs kommunikációs rendszerben. Sokkal-sokkal gyorsabb, mint ez. A, ez egész lényege az tulajdonképpen, hogy sokkal gyorsabb adat továbbítást tesz lehetővé, ezért a megfigyelést egyszerűbbé teszi, ugyanis valós időben meg lehet figyelni az összes kamerát, mikrofont, TV kamerát, mindent rá lehet kapcsolni, egyszer a rendszer és az ellenőrizni tudja a megfelelő algoritmus alapján, amit ő maga talál ki a rendszer. Én nekem meggyőződésem, hogy mióta az internet él, mióta nekünk mondják, hogy, a, hogy az internet él, azóta már a mesterséges intelligencia az, ami a világ sorsát alakítja a különböző eseményekkel. Ez nem emberek találják ki ezeket az eseményeket, hanem maga az algoritmus az, illetve hát természetesen az ellenség és a, a, a maga a csapata, de, de ezek összedolgoznak, együttesen építik ki ezt a rendszert, amit a Fenevad rendszerének fogunk hívni majd, illetve hát már mostanak hívhatjuk, de, de ez az, ami történik. Szóval azt akarom mondani, hogy az egy okos lépés, ha valaki kifele tud ezekből a, ezekről a területekről mozdulni, mivel a kontroll, az ellenőrzés itt a legegyszerűbb, és itt lesz a legkeményebb, nyilván aztán egy idő után eljutnak mindenhova, de azért, azért képzelje mindenki, hogy mire rendet tesznek mondjuk a nagyobb városokban, csak Magyarországon, ahol a lakosság 65-70%-a összpontosul, az nem kevés idő. Úgyhogy ezért, ha valaki kívül van a, a terü ezeken a területeken, akkor oda később ér el ez az egész. Sőt, a legtöbb ember szerintem a városokból fog próbálkozni, mert ott lesz az élelmiszerosztás, meg stb. Ott vannak a stadionok, ott van az infrastruktúra. És ez az, ezek azok a területek, amelyeket érdemes elkerülni szerintem. Úgyhogy... Venezuelában is, ha valaki nem él a nagyvárosban, hanem van egy földje, mondjuk 100 km onnan, akkor azt annyira nem érdekli, hogy ezek az emberek ott egymás, meg a kutyákat, meg a szemetet teszik megfele. De ha valaki a városban ragad, akkor persze, hogy, hogy a helyzet az, az cudar. Én azt hiszem, hogy mind ez, mind pedig a, mondjuk, mondjuk, az összes terror amit az európai Unióban láthatunk, vagy a fejlett világban, az úgymond fejlett világban láthatunk, azok mind azok, azok mind tesztelik azt, hogy, hogy milyen gyorsan és hogyan tudnak reagálni ezekre az eseményekre, illetve hogyan tudják azt kezelni. Rengeteg ilyen, ilyen hogy is mondják ezt, előkészület volt már, vagy próba, de mindjárt rákeresek erre is. Hát találunk néhányat. Iskolai, ugye itt ezek, ezek azok most az elmúlt, megnézzük az elmúlt egy hétből, vagy de legyen ez elmúlt egy hónap. Itt van az egyik például, ez egy vészhelyzet management próbát hajtanak végre Sony megyében, az amerikai Egyesült Államok középiskolában. Szá itt, itt, van még egy iskola lezárások, ez szintén az Aucklandből. Úgyhogy ez ez, ez, ez folyamatosan megy. Londonban volt számos, a metró, mikor kisiklott, stb. Ilyen-olyan dolgok. Itt egy gáz lerakatott, teszteltek, ez, ez Phoenix, Arizona Úgyhogy ez megy, és ez az elmúlt egy hónap ez Kansas, Wichita, a másik ez az Armstrong Park, ahol szintén a különböző helyi egységek részt vettek ebben a vészhelyzet szimulációban azt tesztelik, hogy hogyan tudnak, ez New York Albion a rendőrség, illetve egy iskola tart egy ilyen vészhelyzet szimulációt. Úgyhogy teljes lezárás, itt arról beszélnek az iskolákban, hogy hogyan, hogyan, lehet ezt megoldani. A lényeg az, hogy mind ez, mind a venezuelai dolog az egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy fel tudjanak fel tudjanak készülni rá, és amikor elkezdődik ez az egész műsor, akkor a lehető leggyorsabban tudjanak reagálni ezekre a, ezekre a, helyzetekre, és, és gondolom, hogy a legkevesebb súrlódása meg problémával, mert azért nem lesz egyszerű, úgy gondolom, hogy nyilván nem lesz egyszerű az egész világon nagyjából egy, a, egy időben rendet fenntartani miközben szép lassan összeomlik a, a társadalom és mindazok a rendszerek amikhez, amikhez mi itt most uh, annyira hozzá vagyunk szokva hogy hogy természetesnek uh, természetesnek vesszük azokat majd ez csak akkor fog uh, majd ez csak akkor fog kiderülni mindenki számára amikor amikor ez elkezdődik hogy csak mennyire de én azt mondom, hogy már most mindenkinek azon kell dolgozni, hogy hogy lehet kifelé vonulni a, a, ezekből az úgymond civilizáltabb régiókból, ahol a rengeteg ember összpontosul. Ez mindenképpen kellene, hogy legyen a, a cél. Oké, okay, ezek a föld alatti városok, erről nem tudok, Robi, Az elitelő készületei ez, ez, rengeteg kérdés, amit itt feltettél. De egyébként erre a választ meg is adtam tulajdonképpen. minél kiebb megy az ember a civilizációból, annál tovább bírja, hiszen nem tudnak mindenhol. Szóval véges a, az erőforrás ennek a rendszernek. Vagy még az is, hogy ameddig mondjuk egy mesterséges intelligencia vagy egy drón el tud jutni, 100 kilométerre, Budapestről 200 kilométerre mindentől nem fog tudni eljutni, nem is akar. Ha ott él 10-15-20 ember, sokkal nagyobb probléma lesz majd a városokban, ahol él 100-200-300 ezer ember. Oda fog összpontosulni a, az egész. Plusz úgy vannak vele, hogy aki nem ott él, az úgyis, annak van épp elég baja a megélhetéssel a városon kívül is. Úgyhogy nem hiszem, hogy egyelőre azt kell elkerülni, hogy a városba ragadjon az ember. Mert akkor akkor probléma van. Különösen akkor szerintem, hogyha lezárják a várost, úgy, mint hogy szükségállapotot rendelnek, és nem lehet elhagyni a várost, akkor, akkor benragadt az ember, és akkor, akkor benne maradt. Vagy az országon kívül, vagy, vagy, vagy akárhol. De ezek a szimulációk, ezek folyamatosan állandóan mennek, mindenhol. Iskolákban, bármiféle intézményekben, aluljáróban, metróban, vonatokon, állomásokon, de szerintem biztos vagyok benne, hogy az állami épületekben ezen kívül mindenhol folyamatosan. Nyilván felkészülnek mindenféle vészhelyzetre, de elsősorban amire gyakorolnak, az már az, amikor az új világrend elindul. A, a, az a kék sugár dolog, Mutatok néhány dolgot ezzel kapcsolatban, amit szerintem... Mm, amit szerintem érdemes megfontolni. Én nem tudom, hogy van-e Bluebeam, vagy ez a Project Bluebeam, ez valódi -e. Azt tudom, hogy ezek a dolgok, amiket itt látok, ezek, ezek hologramok, háromdimenziós hologramok. Erről mutattam már korábban videót egyértelmű, hogy létezik a technológia, amivel ezt meg tudják csinálni, sőt, szerintem szerintem nagyon sok előadás, amit láttunk, az, az már csak hologram volt, vagy, vagy valamilyen úton módon technológia, de erről is volt szó a múltkor. Ezek mind-mind hologram amik, amik itt vannak, és az emberek imádják teljesen mindegy, csak, csak a mesevilágban le, lehessen maradni. Az embereknek teljesen mindegy. Hogy fölvetítik a, az égre, hogy Jézus vissza, visszatér, ez, ez nevetséges, oké? Okay? <laughs> és Hiszen én már a kezdetekor se értettem, hogy hogy miért, vagy, vagy mi ez a gondolat, de most így olvasgatva a jelenések könyvét, én arra megállapításra jutottam, hogy ami most történik, hogyha megfigyeljük a filmeket, különösen a, amiben idegenek vannak valamilyen formában, vagy, vagy földön akkor az a tendencia, hogy az emberiség együtt dolgozik egy jó földönkívüli kívüli csapattal, most ez lehet óriás, troll, manó, vagy transformer, vagy x-men, vagy ezek a szuperemberek, a, a képregényhősök, de lehet teljesen mindegy, akármi is az. Venom. Szóval az emberiség együtt dolgozik egy ilyen csapattal, és van egy másik csapat, ami megtámadja az emberiséget az ellen. És ahogy én kivettem jelenések könyvéből, az egész emberiség egyöntetően, egységesen össze fog fogni, hogy megakadályozza a visszatérést, illetve mindazokat elpusztítsa, akik hülyek maradnak az írásokhoz, illetve a masiák tanúbizonyságához, szóval ehhez a két dologhoz. Ez egyébként egy TED előadás, ahol, ahol, szintén hologram szerepel, ha jól látom. Szóval ez megy, ez a program mindenhol folyamatosan, de azt akartam kihozni az egészből, hogy hogy ez az, amire számítani lehet. Így a közeljövőben a, ezzel a kék sugára kapcsolatban. Úgyhogy ezek az emberek készítik fel az emberiséget arra, hogy, hogy lesz egy földönkívüli támadás, csak az, az, nem értik meg az emberek, hogy ez a földön kívüli támadás, ez a, a visszatérése lesz, az utolsó visszatérése lesz a megváltónak, a sárha És ez az, amire össze fog fogni az emberiség ellene tulajdonképpen. Én szerintem egyértelműen ez az, amit leír a, Hazon, vagy a jelenések könyve, amikor arról beszél, hogy, hogy összefognak, és Armageddon csatája, és összegyűlnek abba a völgybe mindenki ellene. Én úgy gondolom, hogy egyetemen arról van szó. De az, hogy a visszatérést kivetítik, nem hiszem. Abban viszont biztos vagyok, hogy felfogják ezt használni arra, hogy elhitessék, hogy léteznek a Földön kívüliek ilyen vagy olyan formában. Azt nem tudom, hogy hogy. Neked ez a senki, de rengeteg filmben van az, hogy lebegnek a, az űrhajók a város fölött, mikor megjönnek a, az idegenek, és szerintem ez valami hasonló ahhoz, ami, amit, amit terveznek, de nem esküszöm meg rá, de itt van néhány ezt mindenki ismeri ezt a dolgot, amikor egy, egy város, vagy egy ilyen hatalmas UFO lebeg a város felett, ebből rengeteg volt. És én, én úgy gondolom, hogy valami ilyesmi az, amit amit terveznek, vagy, ha már az odavetítésről van szó. De szerintem ez létezik nekik ez a ez a úgy értem, hogy meg, meg tudják csinálni az egész űrhajót, ha akarják. Úgyhogy, hogy így mozogjon. Ha, nem tudom, hogy fel akarnak-e használni bármiféle hologramot, vagy kivetítősdít, vagy akármit, arra, hogy, hogy ezt, ezt megvalósítsák. De az biztos, hogy rengeteg ilyen van, amikor ez lebeg a város felett, és az emberek rémülten szalagálnak össze-vissza. Szóval megjön egy ilyen csapat az, az aki velünk van, és aztán fel fogja készíteni a világot a következő csapatra, aki ellenük van és ellenünk van. Ez meresleg a kolónia sorozat pont szó szerint erről szól. Olyannyira, hogy megdöbbentő, hogy mennyire. Egészen elképesztő, mert ha lesz időm, akkor megcsám, mert már kiírtam azt is, csak még egyszerűen nem volt, nem érkeztem eljutni odáig, hogy, hogy azzal foglalkozzak. Úgyhogy ez a Project Blue Beam, vagy a kék sugár. Élelmiszer felhalmozni mindenképpen érdemes. Oké? Okay? Mindenképpen érdemes felhalmozni. Mert ha mindet el is lopják, vagy el is eszik, és csak egy napig jó, az is jó. Jobb, mint a semmi. Oké? Okay? Szóval egyértelmű. Mindenképpen érdemes felhalmozni élelmiszert, meg. meg meg egy csomó más dolg, ami, ami esetleg hasznos lehet. Erről már volt szó korábban valamelyik videósorozatban, amikor a erről volt szó a élelmiszer mezőgazdaság helyzetéről, ab, abban volt szó erről. Úgy nem mennék bele, mint ezek a, ezek a figurák, mert ennek nincs értelme. Lehetetlen ezt annyi ideig szerintem hát nem tudom nem, nem vagy benne biztos minél többen merő van szó annál problémásabb ez a felhalmozás egy családnak esetleg de egy család nem nagyon tudja magát hosszú ideig fenntartani viszont 10-20 embernek ez annyi annyi ö, minden hogy az, ahhoz kell egy külön raktárház, ház, ahol, ahol tartalik, annyi vizet, annyi élelmiszert. Úgyhogy ez nagyon okosan kell megoldani mindenkinek, de én azt mondom, hogy a legszűkebb családi körben mindenképpen kezdje el mindenki azokat a dolgokat összeszedni. Ha jól emlékszem, akkor van egy csoport a Facebookon, ez a felkészülés, ide beteszed a linket Lali, akkor oda tudnak csatlakozni, akik esetleg akarnak. Mellesleg Ronald régen beszélt erről, ahogy mondod István, és erről én csináltam is egy videót. És benne van a, az új világrend mappában, de nem tudom pontosan a, a címét ennek. De valami Ronald régen. De az, amiről beszélsz most pont, azok a videók vannak ebben feldolgozva. Rendben. Nem tudom, most így hirtelen úgy látom, hogy nincsen több kérdés. Hmm. Így van, úgyhogy akkor megmutatok néhányat abból, ami van, sőt, akkor ha már itt tartunk, akkor megmutatok még valamit. Oké, okay. nem tudom, hogy ez ki ez egy György Gáspár, de a lényeg az, hogy jaj elnézést. Oké, okay, szóval biztos valami humorista, csak azt akartam megmondani, hogy mennyire bizarr az emberek mondja. Szóval azt mondja, hogy szerinted ez csak egy mese, vagy ez is program. És akkor itt van ez a nevető nevetőfej, ebből gondoltam, hogy egy humorista. Úgyhogy megmutatom, hogy mi ez, amit, amit küldött, és aztán elmondom, hogy mi a sztori ezzel kapcsolatban. Szóval azt mondja, hogy szerinted ez is, lehet, hogy akkor innen megnyitom. mint mm, pillanat. Oké. Okay. És, és megmutatom. Oké, okay, ezt küldte a humorista, hogy szerintem, ez uh, csak egy mese, vagy egy program. Úgyhogy ez arra inspirált, ez, ez Ben és Holly a kis királyság, vagy Ben and Holly's Little Kingdom. Ez arra inspirált, erről fogok csinálni egy videót, erről a meséről. csak hogy megmutassam Gyurinak, hogy mennyire egy program ez az egész mese. Az elejétől a végéig, gyakorlatilag minden jelenet egy programozás. Hogy, hogy ő ezt nem vette észre, az uh, probléma, de én nem tehetek róla. Oké? Okay? Most én tudom, hogy én eléggé beleszoktam menni ezekbe a dolgokba, de a Katica Bogárnak van hat lába, meg hat uh, foltja, de, de ez vég... Szóval végestem, vége, ezek manók, ezek a karakterek mellesleg, úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy mi a manó. Úgy jelentem, hogy mi maga a, a karakter manó és a kobold honnan jön, és mi a jelentés és mi a jelentősége. Varázslok. Mindenki varázsol. Mágiát űz és bűbája közlekednek és bűbájjal élik az egész életüket ez a család. Szóval még akkor, még mit mi az, hogy program? Hát persze, hogy program, az egész erről szól. Automata vezető nélküli busz érkezik. Három darab vezető nélküli busz. Rep repül a busz, utána mindenféle kalandok, mindenki idióta benne amúgy persze, de, de olyan bizarr dolgok vannak benne, hogy például Létrehoz egy genetikailag módosított virágot ez az öreg, amelyikben még agyat is tesz, és így tud mozogni, meg úgy beszél. Szóval, még a gólem is ö, szerepel benne, ugye, a, a zsidó mitológiából. A rakéta az űrprogram, mindenki utazik az űrbe, és ö, bármilyen hihetetlen, de a rakéta leszáll úgy, ahogyan. SpaceX fejjel lefelé, vagyis bocsánat, nem fejjel lefelé hanem ö, leereszkedik, <laughs> <laughs> oké okay. szóval nem tudom, hogy ez az ember mit, mit nézett, vagy mit nem nézett eddig, de de persze, hogy ö, jó és nem volt, nem az van ott hmm. ja igen, oké okay, se baj, legalább így meglepetés lesz mindenki számára Szóval... Én csak azt akarom megmutatni, hogy valóban miről van szó. Már nem megyek bele még egyszer, hogy elmagyarázom az egészet. Gondolom mindenki már megőrült a vágytól, hogy lássa. Szóval ez Ben és Holly. Úgyhogy erről fogok készíteni egy videót, csak még azt tudom, hogy mikor. De egyébként már belementem rettenetesen, azt akartam, ezt akartam csinálni most, de nem tudtam volna, mert annyi mindent találtam ehhez az egész manó, kobold dologhoz, meg, meg mindenhez, ami ebbe van, hogy lehetetlen lehet volna most az egészet megcsinálni, úgyhogy inkább majd egyszer egy külön videóba rámegyek, de, de egészen elképesztő. Szóval nem tudom, hogy mire gondolt ez a figura. A lényeg az, hogy 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 ez van. Az éves napját már elmagyaráztam, a Páska című videó első részében, Robi. Úgyhogy én azt javaslom, hogy azt nézd meg. E azt mondja, hogy a világháború meddig fog tartani, ezt nem tudom. Oké, okay, de azt tudom, hogy ezt már nem elmagyaráztam, nem fog belemenni még egyszer. Oké, okay, itt van a következő, ez egy humorista Boba Fett a Star Wars-ba mondom, ezek az emberek azt hiszik, hogy, hogy a filmek a valóság. Ők abban, abban, a világban élnek, ahol a film az a valóság. Ők onnan veszik a, 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 világ képüket, amit látnak egy filmben. Szóval mindenki, aki nem iratkozik fel arra a világnézetre, ami azonos azzal, ami a Star Wars-ban van, akkor az az, az, az az, ember az ostoba és nem ismeri a tudományt. Nézzük meg, hogy, hogy ez a karakter mennyire el van tévedve. azt mondja, hogy a gömbnek nincs alja meg oldala. A gömb csak a középpontjába helyezkedve érthető meg. Viszonyítási rendszer miatt mondható rá, hogy alja meg oldala. De a világűrbe, mind mihez viszonyítod a gömb alakú égitesteket, mihez képes nevezed ki fentnek meg lentnek? Haver, a világűr nem létezik. Szóval én nem így gondolkodom, ahogy te. Én nekem mindegy, hogy mi, milyen álomvilágban élnek az emberek, vagy hogy ott, ahol ők élnek, ott gömbök repkednek össze-vissza, hagyj valamit a gömbökkel kapcsolatba, csak hogy mennyire ostoba ez az egész gömb téma, meg az a világegyetem, amiben ők élnek. Nem csak az, hogy ostoba, hanem ilyen nincs. Oké? Okay? Az, ami, amit nekünk mondanak, a világúrról, a, a, világ úrról, a úr állomásról ezek lehetetlen dolgok, ezek csak a Star Wars-ban lehetségesek, ezek a fantázia szüleményei, ezek a dolgok. Ilyen nincsen, nem létezhet. Itt van a naprendszerünknek a modellje. Ezt már megmutattam egyszer, de megmutatom megint. Csak azért, mert hát ha Boba Fett is megérti, hogy az a világ, amiben ő él, az nem létezik. Nem azért nem létezik, mert én azt mondom, vagy azért, mert Isten van, azért, mert nem létezhet, úgy, ahogy elmondják. De persze ettől függetlenül van Elohim és egy teremtő, ezért nem létezik, de ezzel is létezhet. Úgy létezik az. Hogy lehetséges az, hogy vízszintesen pörögnek a nap körül ezek a bolygók. Úgy év milliárdokig, vagy mit tudom én meddig, hogy. Ez az egész egy robbanásnak az eredménye, és valószínűleg nem is így alakult ki egyből. Olyan nincs, hogy szétrombol. Gondolj már bele mindenki, hogy mekkora ökörség ez az egész. Felrobban valami? Oké, okay, az űrbe vagyunk, meg ott vákum van, de mégis azért megállnak a dolgok, hogy hogy azt nem tudni. De az a hogy az úrba vannak benne, és vízintesen így, puff, kijönnek, azt elkezdenek így pörögni, azt megy az egész. Úgy, hogy hogy ez egy tökéletes kalendárium rendszer közben. És csak viszintesen pörögnek e, e körül a, a nap körül ezek a bolygók. Hagyjál már! Hát, hogyha én kitalálnék egy ilyen dolgot, akkor azt mondhák, hogy haver, te meg vagy őrülve. Nekünk meg ezt tanítják az iskolában, hogy ez így van. Azt írta ide ez a haver, hogy ez nem csak hogy unalmas, hanem ez nem is helyes. Oké? Okay. Nézzük, hogy mi van. A naprendszer 70 ezer km per órával megy az úrban. Az úr állomás meg körülöttünk van. Egy pillanatra mindenki megáll, gondolkozik. Itt vagyunk a földön. Egy levegő vesz körül minket, ami hozzá van ragasztva a földhöz. És ahhoz csatlakozik hozzá a vákum. Szóval a föld magához szívja a levegőt, és 70 ezer kilométer per órával megy, úgyhogy viszi magával a levegőt az, az űrbe. nem, nem tudom. Azt, Nem? Olyan bizarrul hangzik. 70 ezer kilométer per órával viszi magával a levegőt az űrbe. De ez nem elég, hogy nem így van, ahogy itt mutatta, hanem itt van megint még egy Így van Szóval megy a nap Körülötte meg keringenek ezek a dolgok Ez 70 ezerrel megy úgy, hogy közben mi forgunk Magunk körül Úgyhogy a levegő hozzá van ragadva A földhöz Azt az viszi magával A levegőt Oké okay. Nézzük Szóval ez megy Nem Nem úgy, hogy áll hanem ez ilyen mozgást végez ez az egész rendszer az űrbe. Viszi magával a levegőt a föld, meg a nap húzza magával így, így egy vonalban van az egész kócerály, ahogy így megy. És, de, de mint egy üstökös, úgy, hogy nem maradunk letőle Hogy úgy vonza magával, mintha oda ragasztották volna az egészet össze. Viszi magával, az úrba benne, úgyhogy hogy semminek nem ütközik neki minden közben elforog előle meg, meg minden és na mind még ebbe bele sem megyek, de nézzük -e tovább na megy ez az egész műsor forog a föld a nap körül meg a nap megy az izébe ebbe az egész valamibe úgyhogy cipeli magával a többi bolygót legalábbis az álomvilágban ez van és de, de minden más ezt csinálja, szóval nem, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt csinálják, hanem gond biztos, vagy hát nem, nem tudom, hogy csak mi megyünk így, az összes többi dolog ott áll, aztán ott van, vagy, vagy minden így megy. Mert hogyha minden így megy, akkor elég mozgalmas az élet, akkor az nagyon össze van téve. Ha, ha mi mindig ugyanazt látjuk az égen annak ellenére, hogy minden így cikázik meg, meg körbe megy, meg forog, meg pörög 70 ezerre de ez még nem, nem a vége a sztorinak mert még majd kiderül mindjárt, hogy nem csak mi csináljuk ezt, hanem mindenki, meg nem is csak ezt csináljuk hanem az egész mit tudom én, hogy hívják naprendszer, vagy mindjárt megmutatom szóval Mindjárt. meg még a, a, a hogy mondják, ez a tejútrendszer vagy mi az a, az a fantasztikus dolog amiben vagyunk? még az is megy, meg még az egész univerzum megy, meg minden köring, majd egy össze-vissza mindenhol akkor hogy láthatjuk mi mindig ugyanazt az égen? hogy lehet valaki ennyire ostoba hogy, hogy azt hiszi hogy mi i, ilyen mozgást folytatunk keresztül az űrön és ennek ellenére mi mindig ugyanazt látjuk mikor felnézünk az égre hogy lehetséges ugyanazt látni, mikor ezt tört, mikor ezt csináljuk. Le én nincs. Nem azért, mert én azt mondom, hogy nincs ilyen, hanem egyszerűen nem lehet, az kész. Ami ilyen mozgást végzünk, lehetetlen, hogy, hogy minden más pont ugyanúgy forog körülöttünk, mikor ennyi dimenzióban megyünk össze-vissza, ekkora sebességgel, és akárhányszor kinéz az ember az égre, az Tökéletesen megy úgy, hogy megfelel annak az életnek, ami, amit mi itt élünk, pontosan úgy. Azt mondja, hogy a naprendszer ö, gyakorlatilag száguld az űrön keresztül ezzel a, ezzel a mozgással. És mikor én kinézek, meg tudjuk jósolni, hogy mikor mi lesz, mindig ugyanúgy megy az egész dolog évezetek óta. Azért, mert ez egy álomvilág. Azért, mert ez nem létezik. Sose nem is létezett, meg nem is fog. Szóval, hiába magyarázza nekem valaki, hogy, hogy, hogy az, amit én gondolok, az egy elavult rendszer, amit ez ez egy lehetetlen rendszer, amiről szólva. De itt van egy szenzációs videó egyébként, akit érdekel. Ez Intelligent Design a neve. Aki ismeri a Fibonacci számokat, meg ezt a dolgot, nem tudom, hogy csinálta ez a lány, de nagyszerű. Rá tud keresni erre a videóra, itt van a címe, ez a legegyszerűbb módja, hogy megtalálja, aztán ha érdekli, biztos megtalálja azt, aki alkotta ezt a videót. Intelligent Design a címe, és elkezd rajzolni spirálokat. Fenomenális szerintem, ami történik majd. Nem fogom lejátszani az egészet, csak azt akarom, hogy mindenki, akit érdekel, megnézi majd Intelligence Design it's in the Numbers. Egyszerű megérteni szerintem, hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is. Szóval három különböző spirált talál ki, és rajzol, elkezdi őket rajzolni, és aztán odáig fajul az egész sztori, hogy bármit ki lehet hozni ebből a spirálból, különböző állatokat, stb de nem is ez a lényeg, hanem aztán, ha elkezdi az ember, ugye ez a Fibonacci dolgot így kell lerajzolni, hogy egy kocka, két kocka, négy kocka, nyolc, 16 stb. És vagy nem is nyolc, hanem kilenc, utána mit tudom én mennyi az, de a lényeg az, hogy, hogy szépen ez a mintázat felfedezhető ezen a tobozon, és akkor elkezdi számolni a spirálokat, és nem csak a tobozon, hanem utána gyakorlatilag pillanat. Egy rakás. Utána ezen a fajta tobozon is, meg az összes fajta tobozon, és mindegyik ugyanaz a szám variációt adja ki az ananász, azután ez a nagy toboz, és toboz, ez a virág, karfiol. Minden. Világos. Ezért néz ki így az űr, mert ennek alapján tervezték meg. Az űr nem létezik. Az univerzum, a kozmosz, ez, ez egy kitaláció. A teremtő megtervezte az életed, és felhasználta ezt a motivumot arra, hogy megalkossa azt. Világos. Ezért néz ki így az űr, mert ennek mintájára tervezték meg. De az űr az egy fantázia, szülött, szülte valami. Nem is tudom, minek lehet azt nevezni. Szóval, hogy a gömnek nincs alja, nem érdekel, hogy nincs alja a gömnek. Oké, a gömb nem létezik. Ez egy, ez egy álomvilág, amiben élnek ezek az emberek. Nem azért, mert én azt mondom, hanem azért, mert amit mondanak róla, olyan nincs, nem létezhet, most láttok. Úgyhogy tőlem lehet az alja, a teteje, meg Ausztráliában feje úszik a hajó, nekem az is jó. Lényeg az, hogy ilyen nincs. Ez egy álomvilág, ez egy mese. Oké, okay. ez lesz az utolsó kérdés, amit meg fogunk nézni. Szia! Az a kérdés, hogy ha nem lehet venni és eladni az új világrend, fenevad bége nélkül, Bizonyos esetekben nem probléma, bérelhet, bérbe hogy magát. Egyébként érdekes az, amit felvet, az pedig az, hogy az, hogyha nem lehet venni, az nem probléma, mert az ember bérelhet, vagy bérbe adhatja magát. Nem tudom, hogy lehet kijelölni ezzel a valamivel még mindig. Egy pillanat. Igen. Szóval. BOOM! Bérehet az ember, vagy bérbe adhatja már, eszembe se jutott ez, de ez így van. Sőt, a cserekereskedelem is elképzelhető, és szerintem ez így is fog működni. De amiről beszél az az, hogyha nem lesz munkája az embernek, akkor lesz egy probléma, hogy hogyan eszik, vagy iszik. A, a helyzet az, hogy az átmeneti időszaktól sokkal jobban kellene tartani, mint az új világrendtől. Hogyha valaki benne ragad az új világrendben, ami, ami ez a mikrocsippes verzió, most mikrocsippek mondom, de én szerintem nem mikrocsipp lesz az a dolog, ami, ami, majd egybe kapcsolja. Vagy legalábbis nem csak az lesz. Szóval ha valaki beleragad abban, akkor annak annyi amúgy is. Úgyhogy abban nem érdemes beleragadni. Abban már kin kellene lenni addigra. Amiről beszél, az az, amit elmondtam korábban. Ö, annak a tulajdonunkban kell lenni, amit, amit el, el akar, ami, annak, hogy elfogyaszthassuk ezt a dolgot. És mivel lopni nem lehet, szóval én nem az új beszélek, az új világrend már nem is kéne, hogy beszéljünk. Ha valaki benne van az új világrendben és abban él, akkor annak annyi. Én arról az átmeneti időszakról beszélek, ami ezt, ami most van, összeköti az új Azt kell valahogy átvészelni az emberre. Mire új világrend van, addigra már annak, aki a jó helyre akar kerülni, vagy, vagy már ki kell len, legyen, hogy, hogy iktatva legyen ebből a rendszerből, vagy pedig kívül él a rendszeren kívül, és rábízza magát a teremtőre. De ha valaki benne marad az új világrendben, akkor annyi, szóval. Egy pillanat, így van. Úgyhogy én inkább erre az átmeneti időszakra koncentrálnék ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ugye hogy mi az, amit lehet tenni, azt mondja, hogy bolyogok egy erdőben, és azt hiszem, amit találok. Ez az egyik verzió, a másik az, amiről beszéltem, hogy már most elkezdi az ember megszervezni azt, hogy hogy fogja elhagyni ezt a, az idézőjébe tett civilizáció, amiben élünk. Ennek már most mennie kéne, ennek a dolognak mindenki életében gőzerővel. Mert euh, akkor, akkor nagyon nehéz... Euh, Sőt, tehát nem az nagyon lehéz, hanem akkor lehetetlen. Hoppá, ez nem lett jó. Uh, akkor, akkor már késő elkezdeni izgulni, meg szervezkedni, amikor. Oké. Okay. Amikor bejut a káosz. Szóval, ha, ha valaki akkor akar majd mindent gyorsan összeszedni, az lehetetlen. Ez olyan, mint hogy megmondják, hogy ó, oh, sajnos sajnos túlsúlyos, aztán Mindenféle betegsége van, jó, akkor lefogyok holnapra, azt elmúlik. Egyrészt nem tudsz lefogyni holnapra, másrészt attól nem múlik el. Ez egy hosszabb folyamat, még az ember meggyógyul. Ugyanez a helyzet ezzel is. Ha most nem kezdi el valaki, már most is határeset, hát ö, olyan közel vagyunk szerintem ez az egészhez, Úgyhogy mindegy, a lényeg az, hogy amit mond itt, az nagyjából helytálló abban az átmeneti időszakban, ami elveszett minket az új világrendig. Úgyhogy ez az, amire érdemes mindenkinek szerintem koncentrálnia, már most, ha már, ha már ennél. Ennél a kérdésnél leragadtunk, hogy mi lesz az új világrendben, vagy hogy legyen. Oké. Okay. A... Megnézek még néhány kérdés, hogy van -e itt a szuperhős film, a szuperhős filmről beszéltünk már nagyon sokat, és itt én is magyaráztam, hogy, hogy mit jelent maga a szuperhős téma. Pillanat, kérdések néhány néhány képet ezzel kapcsolatban, és megmutatom. A szuperhős reprezentálja a bukott angyalokat, és és a, a nefilimet, azt a, ezeknek a leszármazottait, amiket az emberekkel összehoztak, ezért van ennyi. A szuperhős ugyanaz, mint amit ismerünk a mitológiából, úgy, mint Zeus, vagy Horus, vagy Herkules, vagy Mitra, meg az összes többi ezek. Ami akkor Talos volt, vagy Minotaurus, az most Vasember, meg Hancock, meg, meg Harley Quinn. Ugyan, ugyanez a szituáció. Ez megy újra és újra. De egyébként, amit, amit csinálnak, az az, hogy hozzászoktatják az embereket ahhoz, hogy megkedveljék ezeket a torszülötteket, vagy, vagy hibrid dolgokat, ezeket az aberrációkat, amiket ők kitalálnak az emberiségnek. Hogy kedveljék, kedveljék ezt. sőt, hát számos ilyen szuperhős filmben vannak egyes egy egyrészt hibridek a másik, most a pókember jut eszembe, akit megcsíp egy pók és átváltozik, X-Men egy nagyszerű példa, ahol genetikai mutánsok vannak, Iron Man, Thor, teljesen mint Thor, egy Isten például, Iron Man is valami hibrid, aki egy géppel gyakorlatilag egybe egy, együtt működik, hiszen a, ugye a szívé helyett van ráadásul, a szív, ami a lélek központja ugye az írásokban, az helyett van ez a enger, vagy nem is tudom mi ez, ami az életet adja neki, Batman egy skizofrén, szóval vagy ez Aquaman egy isten, végig-végig ez, ez a, történet, varázslók, különböző, különböző természet feletti lények szoktatnak minket hozzá ehhez. Egyrészt szerintem rendelkezésükre áll a technológia, hogy ezeknek a nagy részét megvalósítsák, másrészt készítenek fel arra, amikor a Nephilim, ezek az ember és malach, vagy, vagy úgymond anyja, a hibridek újra a genetikai módosítás segítségével a Földön lesznek. Minden lesz, ami, ami, amit el tud képzelni az ember, szerintem. Ez egy olyan időszak lesz, nem véletlen, hogy azt mondja, hogy ez egy olyan időszak lesz, amilyen nem volt és nem is lesz ez olyan lesz, mint amit a filmekben látunk. Teljes, totális káosz, ahol minden játszik, úgyhogy ezt érdemes megpróbálni elkerülni. Ez mindenképpen. Röviden ez az, amire felkészítenek minket. Sőt, az, hogy van ezek közül jó, és van ezek közül rossz. És mi együtt működünk a jókkal. Úgyhogy ez az, amit, amit valószínűleg fel kellene fogni mindenkinek, hogy erre készítenek minket fel, hogy, hogy mi együtt fogunk működni ezekkel a aberrációkkal, a meg, meg mutásokkal, meg hibridekkel, meg ezekkel a dolgokkal. Én biztos vagyok benne, hogy ez a legtöbb ember számára hihetetlen, de ez a szituáció és ez az, ami következik hamarosan. Készítenek fel minket erre. Tehát Hellboy nagyszerű Például a pokolfajzat, Poko vagy én nem is tudom milyen neve, de hát le van a fűrész, a szar, vagy gyakorlatilag hásatán eh, Meg az összes, de mindegy, ez, ez esetleg a a szuperhősök. Persze van sok más eh, emögött például mondjuk a feminizmus, meg, meg sok más, de, de de ez a nagyjából ez az, amiről szól oké okay, uh, nem látom mindig ugyanazt, hát ember lehet, hogy nem mindig ugyanazt látom, de hát évről évre ugyanaz van ott nem értem, hogy miről beszélsz, lehet, hogy nem is jól látom oké okay, uh, nem mindegy uh, jó, akkor úgyis nincs több kérdés, most ezt megragadom ezt a ezt a lehetőséget akkor, hogy elbúcsúzzam, és megpróbálok utána járni, hogy mi történt a másik csatornában, de hát mégis ez is megteszi, bár én jobban a ha tudnánk térni oda. Nem tudom, hogy mi lesz. Egy hét múlva mindenképpen folytatjuk ezt a, a hozzászólásokat, meg a kérdéseket, úgyhogy akinek van kérdése arra, ha valakihez nem jutottam el a kérdéséhez, akkor az azért van, mert nem ide tartozik, úgyhogy meg tudnám beszélni a yahoo útján, vagy pedig e, egyszerűen már volt szó róla, és így nem mentem bele. De akinek van kérdése, egy hét múlva e, a Facebook, van az infobaba Facebook csoport vagy csatorna, ott meg lesz majd, hogy, hogy hol lesz ez az egész dolog. Oké? Okay? Úgyhogy addig is mindenkinek a legjobbakat, Holnap találkozunk a Yahoo útján, Sabát természetesen, aki már elkezdte annak Sabásalom, és halleluja, találkozunk hamarosan.